Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneoton Music Group. Sziasztok, szép jó estét, szép napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a MPV legújabb is egyben 2022 utolsó adása, amiben ismét egy Buyer's Guide-ba fogunk titeket invitálni. Mai vendégem Selmeci Anett, a Neumann-tól és a Sennheiser-től érkezett, több mint 12 éve ott dolgozik, szóval eléggé képben van a márkákkal és a termékekkel kapcsolatban, és szeretnénk ezúttal is megköszönni a Neumann-nak és a Sennheisernek az egész éves támogatást, és ahogy megszokhattátok, minden évben csinálunk egy ilyen buyer's guide-ot a támogatóinkkal, ahol igazából végignézzük, hogy mi történt a márkával az elmúlt évben, miket ajánl esetleg, karácsonyi vagy karácsony utáni vásárlása, illetve ki mit vegyen az adott kategóriákba. Szia, Anett, üdvözlünk a fedélzeten is. Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Nyára taps. Köszönöm. Na, no, egy kemény év van mögöttünk szerintem üzletileg is, meg így minden szempontból. Előző adásban a Hitspace-ben jártunk, ott is kibeszéltük, hogy üzletileg mennyi minden változott, pláne a Covid óta. Szerintem csapjunk bele a lecsó közepébe, és akkor úgyis majd jönnek a kérdések, meg itt összeszedjük a dolgokat, hogy mi történt nálatok a 2022-es évben, de, de szerintem ez inkább a Covid hatására, mi, 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 milyen dolgok változtak meg így a cégpolitikán belül, meg ki merre tendálódott. Igen, hogyha veszük a Sennheiser céget, akkor itt ilyen folyamatokról tudunk beszélni. Tehát nem különíteném ezt a 2022-es évre, hanem ezek a változások már a korábbi években megkezdődtek. Hát az első, egy legnagyobb változás, amit tudnék említeni a Sennheisernél, az az, hogy gyakorlatilag a konzumer és a pro üzletág az teljesen ketté vált. Egy új befektető, egy új cégpartner jelent meg a konzumer termékeknél, és a sennheiser a Sonova felvásárolta. A Sonova egyébként hallástechnológiai cég, hallókészülékekkel foglalkozik, és nagyon nagy tudása van ezen a területen, és segít a Sennheiser konzumer termékeknek azt a fajta ritmust tartani, amit a konzumer világ megkíván. Ugyanis ezt látni kell, hogy a Sennheiser nagyon nagyra nőtt, és más ütemben, más ritmusban zajlik egy termékfejlesztés, a, a projektek más dimenzióban vannak a próüzletágon, és a konzumer Jól látom, hogy a konzumerben ezerszer gyorsabbak a fejlesztések, meg pontosan, gyorsabb. pontosan ez a probléma. Jobban kell tartani a lépést, pörgetni kell az új termékeket, és egy ilyen erős partner bevonásával ezt a ritmust jobban fogják tudni tartani. Illetve ugye nem csak erőt kaptunk, hanem technológiai tudást is és a, a hallásvizsgálatok eredményei, a hallássegítésnek a, a tapasztalata, az be fog épülni a konzumer termékekbe is. Már most is van egyébként olyan ö, termék a portfóliónkba, ami kicsit a szénior korosztályt ö, ö, célozza meg, és nekik hallássegítő eszköz tévénézéshez vagy otthoni média fogyasztáshoz. De ez, ez csak egy irány, tehát ők kölcsönösen segítik egymást, nyilván a Sennheiser pedig a márkanevet és a brandet és az audio tudást adta. Tehát azon a területen érkeznek az új termékek, felgyorsult egy kicsit a, a, a projekteknek a, a, a szállítása. Emellett, ami miatt pedig mi most itt vagyunk és beszélgetünk, az a, a Pro üzletág, ott pedig. Nagyobb fókuszt kapnak ezek a projektek, ezek hosszabb távú projektek, ezek sok éves tesztelés, sok éves fejlesztést, kutatást igényelnek, és volt egy, egy jól érezhető igény már a Szenthelyzet szempontjából, hogy jobban tudjanak ezekre fókuszálni és koncentrálni. Már látjuk is, hogy a láthatáron van pár komolyabb projekt, amiről most még nem tudunk sokat mondani. ProAudioban. Proaudióban. Uh -huh. Wireless technológiák szempontjából ismét ambicionálna a Sennheiser olyan innovációkat, amelyeket korábban az évtizedek folyamán már, már megalkottak. Most is nagy ambíciók vannak. Nagy fejlesztések, de ezekről talán a jövő évben tudunk már majd csak Tehát beszélni. Tehát akkor a mai adás során beszélünk a wireless technológiákról, mint a fülmonitorok, fül a, a vevőegységekről, mikrofonokról, fülesekről, igen. és akkor egy picit a hangfalakról. Ez a nagyjából a, a menüsorunk. És igen. ezen belül akkor ajánlunk mindenfajta dolgot kezdőknek, haladóknak és profitnak ezt most csak a nézőknek mondom, hogy tartsatok velünk. Nagyon sok szemponton fogunk vizsgálni. Igen, nézzük a teljes nagy képet, és lemegyünk majd termékek szintjére is. Noiman esetében volt valami, ott is ott is azért volt COVID, tehát hogy ott milyen irányba menni. Én azt vettem észre a Noimannál, hogy elkezdtek ők is, ma, a többi nagy pro audio cég, a konz, hát nem a konzumer, de az otthoni stúdiók felé egyre jobban nyitni. Abszolút. Egyrészt a Neumann a már piacon évtizedek óta lévő termékeit elővette, és jobban a home studio irányába pozícionálta. Erre tökéletes példa a TLM széria. Hát az már nem egy mostani... Azt mondom, hogy a termék uh -huh. régi, uh -huh. de de az a szempont, hogy a home studiosok figyelmébe ajánlja, ehhez oktató videókat adjon, ezt, ezt a fókuszba helyezze, ez, ez talán uh -huh. egy ilyen újabb húzás, mert ők is észrevették, hogy nagyon megnőtt az eladás a külföldi piacokon ezekre a, a kisebb szériás mikrofonokra, illetve a KH Studio monitorokra. A COVID az őszempontjukból az, az most így eléggé jól jött ki. Mm. No, nézzük akkor a, a mai menünket, akkor közben váltok is képet, és akkor mi bemegyünk kicsibe, és akkor látjátok, hogy először itt a wireless történetekkel fogunk foglalkozni, a vezeték nélküli. Igen, hogyha most itt krono kronológiailag megyünk, akkor ez 2021-es új termékcsalád, az EVD. Azt említettem, hogy, hogy, a Sennheiser megkapta most már azt a fókuszt, hogy most a pró területre koncentrálhat, és, és azonban is azért a vezeték nélküli rendszerek az, ami az igazi nagy erőssége a Sennheisernek, és ahol az igazi nagy innovációkat szállította már a korábbi évtizedekben is. És, és a legjobb minőségű, legmegbízhatóbb rendszereket köszönhetjük neki. Ez már korábbi műsorokban is elhangozott. Igen, hogy itt a 90 es évek voltak kb. ez a ipari standard lett a Sennheiser termékek a, a színpadon. Ö, igen, az analóg rendszerekben, de a digitális hmm. rendszerekben is. A Sennheiser abban különbözik a versenytársaitól, és most nevezhetjük nevén akár a súrt, sure hogy a Sennheiser az inkább mindig Először a csúcs terméket, a csúcs technológiát fejleszti ki, ez adott esetben időigényesebb lehet. Megcsinálja a csúcs terméket, azzal ö, látja el a piacot, és utána évekkel később ennek a kisebb szériás, kisebb testvéres ö, megoldásait dobja a piacra. Majd Neumann is ezt csinálta 50 évvel később. Pontosan. Ö, a más márkák meg adott esetben megnézik, hogy a piacon éppen milyen uh -huh. hiány van, arra gyorsan kifejezzenek egy egy terméket, egy termékcsájadot, aztán annak megcsinálják egy továbbfejlesztett, vagy egy kicsit lebutítottabb verzióját is, de a nagyon konzisztensen mm. tartja ezt a induljunk a csúcsról, adjunk neki időt, teszteljük ki, amennyire csak lehet, és utána csorogjunk lejjebb a... a Tehát akkor, amit a, most látunk, rögtön ez egy hályendebb megoldás. Ö, ez a közép ez a úgymond jó állásított közép termék, mert itt a high-endesített verzió, a digitális 900 és mm. 6000 es volt, amit 10 évvel mm. alkotott meg a Sennheiser, az volt az a, az a digitális rendszer, ami lehetővé tette, mondjuk ilyen Grammy díját adók, Eurovíziós mm. dalfesztiválok, hatalmas Broadway sok, nagyon sok csatornás, nagy koncerteknek a, a digitális jelátvitelét. Ö, és a Szenthezer esetében nagyon sokat kellett várni erre az LVD-re, de úgy, úgy tudjuk, hogy úgy látjuk, hogy megérte, mert egy régebbi, más márkáknál, akár már ki is öregettek a digitális vezeték nélkül rendszerek, egy kicsit. Mi pedig későn érkeztünk, de olyan új funkciókkal, meg olyan friss szolgáltatásokkal, ami, ami, ami nagyon jól kezelhetővé és nagyon, nagyon stabilá teszik ezt a rendszert. Itt a képen is látható például a mobilos applikáció, az a Smart Assistant app, ami nagyon, nagyon gyors üzembehelyezést és távoli vezérlést eredményez, kifejezetten modern megoldás, és amit még szerettem volna elmondani, hogy a Sennheiser Két irányban gondolkozik, mikor vezeték nélkül rendszerekről van szó. Egyrészt a színpadi show business terület, amin, amin tevékenykedik, a másik pedig ez az üzleti corporate business communication terület. Ah, tehát a konferenciák. Igen, és lehet, hogy itt a, a, a zeneszerző stúdiós világban ez nem annyira látható, de de pont a Covid miatt nagyon nagy hangsúlyt fektet a Sennheiser mostantól ez, erre, erre, a business communication területre. Minden olyan tudást, amit a vezeték nélküli rendszereknél megtudott és a show businessben kihasznált, azt most át tudja ültetni, és nagyon szépen is jól tudja kamatoztatni az üzleti világban. A technológia ugyanaz, másfajta szolgáltatásokkal kell kiegészíteni ezeket a típusokat, és ha megyünk tovább képeken, ez például, ugyanazt a terméket látjuk, ez, de ez már a corporate-re van rászabva. Ilyen kis apró funkciók, hogy például nem csak a mikrofonon tudjuk mutolni az egységet, hanem a távoli aszisztent ebből is. Ezzel is mindenféle terhet levegyünk a felhasználóról, hogy neki nem miatt kell mm -hmm. aggódni, hogy hogy kell ezt a mikrofont használni, hanem csak működjön távolról. De... de majd, hogyha tovább megyünk az LVDX-re, a nagyobb testvérre, ami ez is még, ez is még az a ide, itt jól megérkeztünk Most évvégén jelent meg az LVDX, ami pedig a nagyobb, nagyobb rendszer ebből a digitális termék családból. Úgy tudnám megkülönböztetni, hogy az LVD az a színpadi megoldás, amit mondjuk egy zenekar mm -hmm. használ, Ezekre a rendszerekre állnak át most a, például a magyar zenekarok is. El, Elmondod az okát, hogy mik a fő döntés okai? <kül> Csak hogy a srácok is értsék, mert ha valaki mondjuk pont most a színpadra akarja vinni a viszonylag új produkcióját, akkor miért erre esik mondjuk a választás? Hát rövid válasz az a frekvencia szűkösség és frekvencia a káosz, ami kialakult az elmúlt években. Tehát akkor ne a G-s menjen, mint a, ahol a normál wifi, hanem más csatornákat válaszol, mondom, és mint gondolsz. Ö, igen, illetve most itt az analóg és digitális mm. jelátvitel technológia között van egy olyan különbség, hogy az analóg esetben szűkebbek már az elérhető frekvenciasávok, és az a jelátvitel, az úgymond nagyobb helyet foglal. A digitálisban már megoldható az, hogy egy szélesebb sávon menjünk, kisebb egységekkel, amelyek kevésbé akadnak össze. És gyakorlatilag, ahogy említettem, ezt a digitális jelátvitelt, ezt már nagyon sok cég csinálja, tehát ez a technológia már elérhető tíz éve, tehát gyakorlatilag ezt, ezt sokan csinálják. Az igaz, hogy a sennheiser az evolution, analóg wireless evolution termékságja nagyon stabil és nagyon jól működött a mai napig, Viszont a trendek egy irányba mutatnak, átáll a világ digitálisra, Magyarországon is, és mi például már azt javasoljuk egy zenekarnak, hogy most egy új beruházás előtt áll, akkor inkább az LVD terméket válassza, mint sem a, az analóg uh, uh, evolution-t. Mert akkor sokkal több esély van arra, hogy összeakad ezzel-azzal. Hát, uh, interferenciák lehetnek, mondjuk egy koncerten, ami nem túl. Kellemes, mondjuk, erre gondolsz, gondolom. Persze, igen, 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 ez előfordulhat, illetve úgy is hozta már létre ezeket a termékeket, hogy árban uh -huh, nem drágább. Uh -huh. Tehát érdemes akkor már ezt a future-proof megoldást választani. És akkor gondolatmenetben ott-ott-ott ragadtunk még le, hogy ez az EVD, ez a úgymond kisebb rendszer, hogyha a zenevilágot nézzük, akkor tényleg zenekaroknak színpadra, hogyha üzleti világot nézzünk, akkor mondjuk egy előadóterembe, prezentációkhoz és a többi. Uh -huh. Ez, amit most látunk, már az LVDX, ami most az év végén jelent meg, első termékekkel, de még a jövő évre is nagyon sok például Dante kompatibilis terméket várunk ide, azok pedig a nagy rendszerekhez, ahol sok csatornás megoldásra van szükség, színházak, tévéstúdió, broadcast, Jól érzem már, hogy a, itt a zenekari dolgok már csak egy nagyon kicsi szelete lett és igaz, igazából B2B irányba megy az egész felhasználás. Hát inkább azt mondanám, hogy így fele-fele. Ez -fele. mind a kettő nagyon fontos, de nagyobb hangsúlyt kapott mm -hmm. a korábbi évekhez képest a, ez a kommunikáció. Mm -hmm. De szerintem nem csak nálunk van, ez más márkáknál mind, is. Mindenhol. Hát a mikrofon gyártok is, most podcastre gyártam, de majd úgyis ezt kibeszéljük nálatok, hogy a, a podcast láz az mennyire befolyásolta az új megjelenéseket, de ne haladjunk még előre. Jó. Ö, igen, tehát ez, ez, volt egy olyan nagy termék, amit, amit vártunk régóta, és most, most, most szépen csepegtetve megérkeznek. Ez a, ez az lvdx itt is olyan érdekességek vannak az üzleti területen, hogy, olyan control cockpit szoftverrel lehet vezérelni, hogy gyakorlatilag egy egész egyetemi kampuszt lehet átlátni, csoportosan az egységeknek a töltöttségi mm. szintjét monitorozni, vezérelni. Tehát ezek azok a szolgáltatások, mm. amiket említettem, igen, igen, hogy másfajta szolgáltatás kell egy, egy ilyen üzleti mikrofonnak, mint egy rock and roll mikrofonnak, Persze. aminek este 8-tól 10-ig kell a toppon lenni, a másiknak meg akár 0 24 ben igen. Ö, igen, ezek csak ilyen képfálgatás, hogy ez, 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 is a, ez is a színpadi megoldás. Ö, ezek nemrég érkeztek még ma, csak meg hozzánk, és ö, ezek, ezek tényleg a nagy, Alapvetően nagy, nagy rendszerek. Alapvetően mekkora produkciók viszik ezeket tőletek? Most így zenei fronton szeretnék maradni. Tehát, hogy csak így, így hogy tudjanak a, a nézők akár kalkulálni, vagy így számolni, hogy melyik az a produkció méret Akár, akár komolyságban, akár uh, színpadi összetételben, am amikor ezt már úgy jobban elkezdik. Az LVDX-et ebből kivenném, mert az kifejezetten mm. Magyarországon majd, majd, mondom, nagyon mm. új, de még a színházak, tv mm. esetén lehet érdekes, ahol a csatorna szám olyan magas, hogy, 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 hogy szükség van <coughs> egy jól skálázható, nagy rendszerre a hazai zenekarok között én azt mondanám, hogy, hogy, aki mondjuk egy fesztivál színpadon megfordul, vagy a Budapest Parkba fellép, és vezeték nélkül rendszerbe gondolkozik, annak ez teljesen elérhető. Igen, tehát ott ez már szükséges lépés. Vannak amúgy alternatívák, most nem a konkurenciát akarom ö, itt reklámozni, csak kíváncsi vagyok, hogyha mondjuk ö, valaki elkezi ember gondolkozni, hogy mekkora a kínálat egyáltalán, vagy nagyon beszűkül igazából a választási lehetőség, mert a Sennheiser ennyire a piacot. Hát azért lehet két-három márka közül választani, de azért mi azt mondjuk, hogy a jelátvitel szempontjából uh -huh. a legmegbízhatóbb, hangminőségben kiváló, ezt nyújtja a Sennheiser, uh -huh. és nem, nem nagyon szoktak panaszok érkezni uh -huh. ezekre a termékekre, tehát itt mindenki nagyon megvan elégedve, és hát ami nagyon fontos, hogy a hazai hangmérnökök szeretik, mert ezt ne felejtsük el, hogy itt ezeket a döntéseket elsősorban a hang, a na, hang Igen, a napig őt mert, dolgoznak vele. Igen, az ő ismereteik, az ő tapasztalataik alapján születnek meg ezek a döntések. Ott szokott esetleg bejönni a zenekar, hogy ugye ezekhez választható mikrofonfejek vannak. Tehát va lehet szedben vásárolni egy arab mikrofonfejje, de bővíthetőek. És például egy Neumann kapszulát is lehet adott esetben nem mindegyik, de bizonyos rendszerekre rá helyezni. És akkor ott, ott, tud, ott tud bejönni az énekes, vagy mm. hogy akkor megnézi, hogy neki egy Szenthezer 9.35 vagy 9.45 Igen, de fej akkor neki ott a kapsula, a kapsula, ami, ami, inkább opció, és nem maga a válja lesz technológia része, ami mondjuk itt a terméknek a Persze, vizuareje. persze, persze. Illetve, hogy azzal milyen könnyű és jó dolgozni. Igen, tehát itt azért... Ezeket a döntéseket a hangtechnikusok mondják. Minden, itt látjuk az iPad-es vezérlőt is így jobban. Igen, igen, igen duplavevő egység. És akkor ott egy dokkolóhoz. Az elég ember, ilyen néz ki. Igen, ez a, ez a kis töltő egység, ami, ami mondjuk el, elhelyezhető lehet mondjuk egy, bemész mondjuk egy szobába, ahol előadásokat mm. tart, szoktak tartani, és akkor az ott kint van, és csak onnan kell elővenni. Ready igen. to go. Igen, igen, hát, de hát ilyen a mai világunk is akkor. Jó. Érkezünk a, a fülmonitor. hát ez, ez egy nagyon kritikus pont szerintem a színpadon. Nagyon, nagyon, és szóval mi azért együtt dolgozunk sok zenekarral, szeretünk nem csak együtt dolgozni, együtt gondolkozni, kikérni a véleményüket, adott esetben... Nevesíthetünk, vagy, vagy, vagy inkább ne? Hát inkább azt tudom mondani, hogy az elmúlt időszakban mondjuk saját gyártású ilyen mm, videókat is mm. készítettünk, amikor pont ezeket a témaköröket próbáltuk körbejárni hogy egyes, fül, egy zenekarok miért használnak, vagy miért nem használnak fülmonitort. Olyan körülbelül 5-6 éve volt ez egy ilyen nagyobb hullám, hogy nagyon sok zenekar érkezett hozzánk fülmonitort vásárolni. Ez a zenekari bumóta van, nem? Mert igazából, ha megnézzük, a 2000-es évek nagyon kevés ilyen zenekari felállás volt így a, pop popérában, itt a punanira emlékszem, így először, akik ilyen felállásba jöttek, és most, Igen. ha megnézed az összes nagy zenekarnak, egy ilyen next step az, hogy a Két személyes, egy személyes produkcióból egy zenekar lesz, és úgy mennek a színpadokra. Inged, és, és abszolút az a mintázat, hogy 5-6 évvel ezelőtt voltak a nagy zenekarok, akik meghozták azt a döntést, hogy akkor ezentúl nem monitorhangfalokkal, hanem fülmonitorral lépünk színpadra. Megjött az új generáció, az új generáció már nem nagyon gondolkozik azon, hogy kell-e fülmonitor, vagy sem, hanem az az alap uh -huh. checklisten már ott van. Tehát úgy, úgy fut neki, hogy akkor kell egy vezeték nélkül mikrofon, és kell egy fülmonitor a színpadra? Hát már egyszerűbb is. Igen. Azért nagy hangfalakkal. Persze függő is. Tehát, hogyha most akarunk nevesíteni zenekarokat, például ö, ö, dolgoztunk így együtt a The Bieber zenekarral, ö, nekik is ö, volt sok-sok koncertjük ö, fülmonitor nélkül, aztán pedig fülmonitorral. Ők szépen kidomborították azt a különbséget, hogy mennyire tisztább, letisztultabb a hangzás magának a színpadnak, mennyivel jobban tud az, a, az énekes meg a zenész saját magára figyelni, intonálni, nem süketülnek meg, mert nem kell túlordítani a monitor hangfalakkal. A, a, az egész közönséget és az egész helyszínt. Hát meg a hangszájaikra is jobban figyelnek, ha mindig túl akarod a kontrollt. Ö, ordítani. Pontosan, tehát hogy ez egy ilyen kényelmes, akkor a, a ródoknak nem kell hatalmas ládákat pakolni. Tehát egy ilyen modern, letisztult, mm. elegáns megoldás ez. De például vannak olyan zenekők, azok esetben rockzenekarok, akik kipróbálták, de nem szeretik, mert hogy egyszerűen nem azt a, a stenket adja, nem, nem az a. Tehát annak van egy ilyen fizikája is, hogy, hogy, hogy egy monitor hangfal üvölt neked, hát, vagy nyilv, ez, ez, nyilván be. az, hogy most stúdió vagy egy inírfülesen hallgatom a zenét, kb. egy ilyen jellegű különbség. Igen, de, de tényleg van, van, van az a rock and roll szituáció, amikor egyszerűen nem kell ez a tisztaság, amikor, mm. amikor, amikor erő kell, és üvöltés, és, és az hozza meg a sót. Volt ilyen zenekar, és évként a, pont a Supernemmel volt, Papszavival volt ilyen beszélgetés, hogy érti? De nem szereti Aha. Azt nem tudom, hogy azóta hogy áll nála ez a téma, de tudom, hogy öt évvel ezelőtt ez, ez ilyen dilemma volt. A, amúgy költséghatékonyabb, ha így számunk egy rendszert, mondjuk a kontrollmonitoroknál? Ezt most nem tudom pontosan megmondani, de az egy nagyobb befektetésnek gondolom én mm. a, a, a de, de hosszabb távon gondolom kifizetődőbb monitorozni. Ö, valószínűleg igen. igen. Ö, tudunk ilyen, ilyen belépő középkategóriás meg hn mondani? Csak mondjuk, valaki pont ebben gondolkozik. Fülmonitorban? Fülmonitorban mondjuk, hogy, hogy mi, kinek mit ajánlanám, mondjuk egy ilyen kis kettő-három fő zenekarnak, aki mondjuk itt kis színpadokon, tehát most nem Sziget nagy színpadról vagy uh -huh. partról beszélünk, tehát hogy valaki elkezd mocorogni, és akkor hol vannak itt a lépcsők? Tehát mi az, amit mondjuk egy, egy, egy induló projektnek érdemes mondjuk Ö, igen, pont ehhez a kérdéshez érkezett az új termékünk, amit a, a képen látható, ez az XSV-IEM fülmonitor. Eddig a Sennheisernek az Evolution G4-es szériából volt fülmonitorja, ebből volt sima és twin, Ö, gyakorlatilag használatban lehetett csak monóban használni, ami egy költséghatékonyabb verzió volt, és akkor ebből sokan bővítettek tovább sztereóra, mert ez csak egy jobb hangzás biztosít. Ö, hát ez azért mondhatni, hogy húzós a bárban volt, és ennek egy jó árasított, olcsós, olcsóbb, kevesebb szolgáltatással, egy kicsit kisebb ható távolsággal, egy kicsit szűkebb frekvenciatartományjal, és egy kicsit kevésbé nagy rendszerbe illeszhetően jött ki ez az XSV új termék. Nincs nagyon sok tapasztalatunk még vele, használták páran. Volt, aki kicsit bele is bonyolódott, volt, akinek okozott némi problémát, másnál meg remekül működött. Mekkora az ár, az ár a nagyobb testvérhez képest? Fele annyi, vagy? Hát majdnem, igen. De akkor, akkor itt, itt erről igen. beszélünk, hogy most fele annyiért jönnek a limitációk. Igen, gondolkoztunk ezen sokan, sokat, mert az az igazság, hogy hiába jó áras a termék, Mennyi ez a jó áram, hogyha elmondani? lehet kb. Ezekkel mindig bajba vagyok. Szerintem ez ilyen 160 körül mm -hmm. lehet, és de mondok, akkor ki kell javítani, hogyha nagy rosszat mondtam. Max, már kommentekbe kijavítjuk. Ö, de a lényeg az, hogy a technológiai tudást ahhoz, hogy hogy kell használni egy rendszert, viszont nem lehet megsporolni ennél az olcsóbb terméknél sem. És itt jön be tényleg a hang hangmérnököknek a világa, ahol nagyon-nagyon sokfajta tudással kell rendelkezni egy hangmérnöknek. E és kiváló szakemberek dolgoznak Magyarországon, e és mindenkinek egy kicsit máshol van a specialitása, a tudás szintje. Attól, hogy valaki szuper soundot kever, nem biztos, hogy minden troubleshooting-i csípőből jön neki, hogyha mondjuk valami problémába ütközik egy, egy vezeték nélküli fülmonitor ügyében. Tehát ezt a terméket mi azt gondoljuk, hogy a helyén kell kezelni, belépő kategóriás tudásban és árban, viszont a használatánál, hogyha, hogyha hibába ütközünk, ott azért ismerni kell a technológiát. Hát megvan akkor a maga az, ár, az árcinkért cserébe. De hogyha mondjuk a színpadon egy-két fő szeretne használni, akkor nekik tudjuk mm -hmm. ajánlani. Helyszínek tekintetében is kisebb helyszínekre tudjuk ajánlani, Viszont aki, aki, felmerészkedik Budapest Park nagy színpadra, ott már mindenféle Jó, ott az már evolúson. mások is a költségek, meg mások is a súlyok szerint. De az idei évben, idei évben, történt több olyan példa, hogy mondjuk tavasszal még kis színpadon volt, aztán ja, hogy, az év ja, végére hogy meg, a produkció. és túl gyorsan, és ezt nem feltétlenül követi le az egész ökoszisztémája a produkciónak. Mi nagyon sok ilyen dologgal találkoztunk idén, hogy... Jó, hogy bevásároltak valamit még évad elején, de évad közepére annyira már elszaladtak a megkeresések, hogy már nagyobb színpadra kerül, és akkor arra már az a bevásárolt setup. Volt ilyen is. Aha. Volt ilyen is. Illetve tényleg az, hogy, hogy a nullából kell megugrani azt, hogy, hogy jó, jó, jövő héten nagy színpadon leszek. Én egyre és, több ilyen példa van amúgy. És egy nagyon, nagyon más szemléletet igényelt, Tehát tényleg, ahogy, ahogy említettük is, mondjuk, hogy veszünk egy punani de a halott pénzt is ide említhetném. Akik most, tehát mondjuk halott pénz is hatalmas nagy zenekar, de ők Tíz éven keresztül kis lépésről lépésre épített. Most már tíz hónapon keresztül kell pontosan. Én. És ugye nem csak az eszközparkodat kell építeni, de a rutinodat is, meg a szakmai tudásodat is, és hát hogy ez így nem jön egy csettintésre. De hát igyekszünk, igyekszünk mindenkit támogatni, nagyon jó szakemberek dolgoznak nálunk az irodában, akiknek van színpadi tapasztalatuk is, tehát. Tehát Ak akkor itt egy gondos tervezés van itt a produkcióknál, ahogy észreveszem. E, abszolút. És nem ez a random netről berendeljük, nem. aztán jó lesz az úgy, hanem nem, hogy nem, érdemes nem, nem, titeket felkeresni, és akkor itt a tervező részében tanácsadást kérni. Persze. Mert hát mindenkinek gondolom, mások az igényei. Persze, persze. Tehát ez a legfontosabb, hogy, hogy kérdezzenek és hogy úgy kérdezenek, hogy ebből hogy, hogy legyen benne minden információ, hogy mire, hogy szeretném használni de egyébként ez majd a podcast témában el lesz. Igen, Mi akkor ezt megint a nézőknek mondom, hogy ez megint nem ez a netről vásárlós kategória, se a mikrofonnál, se a fülesnél, se a hangfalaknál, se, igazából semminél itt a Pro audio ez nem egy neten kinézzük, és akkor berendeljük, uh -huh. és akkor hozza a futár, is, hajaj, de jó hanem, hogy akkor itt konzultálni kell, ki kell próbálni, lehet, hogy gondolom van lehetőség nálatok el, elvinni, visszahozni, ha valami... Igen, ebben nagyon szívesen szoktunk segíteni, a döntést ezzel tudjuk támogatni. Mert ugye a nap végén azért mi egy magasabb értékű terméket árulunk, sokszor, mint a versenytársaink és ezt a szolgáltatásba az igyekszünk melléteni ez biztos, hogy egy jó döntés legyen. Tehát a filmmonitoroknál érdemes ö, érdemes nagyban is gondolkozni, de hogyha jól körülhatárolható az a projekt, hogy mire kell a belépőszintű, akkor azt is tudjuk ajánlani. És ami, ami témát még hoztam ide, nem feltétlenül beszéltük még ki, szerintem se a, nem tudom, nálad talán nem volt még annyira kibeszélve, ezek a színpadi fülhallgatók, uh -huh. amiket a fülmajtorokhoz lehet ö, csatlakoztatni. És ha már buyer's guide, ha már ilyen kis tippek, hogy mit lehet egy zenésznek adott esetben vásárolni, akkor itt, itt van egy ö, egész jó ötletünk. Ugye a, az IE széria, amit a képen is látszik, itt az IE, IE 400-ak és IE 500-ak láthatók vegyesen a képen, a, a, fekete kábrás az az IE 400, a, ez, az, ez a fehér csavart, vagy áttetsző csavart, az pedig az IE 500, és ezt egészíti ki még az IE 100-as. Ez a három fülhallgató abban különbözik egymástól, hogy ugye ezek, ezek fókuszált hangzást adnak a színpadon, nem a komplex zene élvezet a cél, hanem ez egy munkaeszköz, hogy aki színpadon van, az hallja saját magát. Az is fontos, hogy túlszólja túl a fülébe azt, ami a színpadon történik, de nem, nem szabad, hogy teljesen túlszólja, inkább, hogy kiegészítse. Uh -huh. És különféleképpen vannak ezek hangolva. Míg az ilyen százas és négyszázas, az inkább a füleknek kedvez, addig az IA 500 ötszázas, az kifejezetten az énekeseknek nyújt nagyobb támpontot. Tehát ezt, ezt úgy kell képzelni, hogy abban a frekvencia tartományban van így picit így kihangsúlyozva mm. a, a, az adat? Tehát. Igen. Uh -huh. Igen, igen, igen. Meg, meg igen, hogy az egész összkép, az kinek kedvezik, kedvez jobban. Árban itt azért van, jó kis lépcsőfokok vannak, tehát itt az ilyen 40 ezer forint körüli fülhallgató, az ilyen 400 az 140, míg az IE500 az meg már 240. De ami, ami egy jópofa dolog, és egyébként van rá igény, az az, hogy bizonyos zenészek szeretnék, bizonyos zenészek szeretik ezt a fülmonitort, amit használják színpadon, és felmerült az az igény, hogy ezt a hétköznapokban is használják, és itt jön képbe az IE100 Pro Wireless, Szerintem ez még nem az, de talán a követ nem, ez egy 400-as, ez is egy 500-as. Igen, Aha, ő. Ö, ez pedig egy wireless verziója ennek a fülhallgatónak, és az ilyen százasnak. Nagyon egyszerűen úgy működik, hogy egy bluetooth kábel is kerül a csomagba. Ugye lecsatlakoztatható az a kis fej a kábeltől, és este használom a színpadon, fellépések között. Egyébként meg a turnébuszban, vagy az utcán, ezzel a sounddal, amit mondjuk én megszoktam, vagy szeretek, ezzel pedig hallgatom a saját kis dolgaimat a hétköznapokban. Fontos, tehát hogy ez azoknak való, aki aki tényleg zenészfüllel szeret és szeret hallgatni és itt máshova helyezi a fókuszt, de, de ez egy nagyon jó, jó pofa ilyen megoldás. Ja, picit tudja szokni így játékunk kívül is a igen, dolgokat. Igen, ez is számítám. Pontosan. Hát persze, hogy nem csak egy óráira a fellépésem, vagy, vagy, vagy főleg kevesebb fellépésem van, hanem akkor hétköznap így rá lehet egy kicsit hangolódni. Igen, 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 és, és, van, tehát nekünk is van ilyen zenész ismerős, aki ezt is nagyon szereti, hogy ez ezt Ez egy tök, tök jó feature. No. Hó, akkor lépünk. Beszéljünk a podcastekről. Beszéljünk a podcastekről. Hát mi is egy podcast szerűségben vagyunk. Nyilván a COVID, gondolom, hozta a podcast bumot Nem mintha előtte, amúgy nem lett volna népszerű, de szerintem ez végképpen így megtolta az egész műfajnak a népszerűségét, és boldog boldogtan a stúdiót épített. Igen, és a mindenféle tartalomgyártás, inkább így fogalmaznék. Érdekes ez a podcast dolog, hogy így hogy definiáljuk, mert most már gyakorlatilag mindenmi beszélgetős műsor, és Hát gyárilag ez az itunes egy ilyen audio verzióban indult Igen, még anno. ahol nincs kép. És, egy... a, és utána meg azt mondták, hogy ez a Joe Rogan vagy mit tudom, félre sztájl, ami semmifajta újat nem nyújtott, hogy van pár kamera, uh -huh. meg van pár smb 7 és akkor ezt nevezték ilyen ilyen podcastnek, holott ezt csinálják a tartalomgyártók már, mit tudom én, Igen. 15 éve. Igen, és itt, itt, ahogy mondod, valószínűleg ez a Joe Rogan Experience indíthatta el ezt a, ezt a, ezt, a, fajta vizuális ilyen, alapértelmezettséget, hogy ha podcastolsz, akkor neked kell egy súr SM7B. És, akkor, és akkor, az a podcast mikrofon, ez design szempontjából egyébként nagyon Pont beszéltük illik az Ádámmal, hogy olvasta, hogy a legtöbbet eladott mikrofon ever az a SM7B, és amúgy nem értjük annyira, tehát hogy annyira azért nem jó ebben egyetértünk. Ami, amit mi megfejtettünk így, amikor mi is gondolkoztunk erről a témáról, az egyrészt ez a, ez a divat része. Tehát, hogy vizuálisan úgy néz ki, hogy valamit ide be kell húzni a szám elé, és én De csak abban hét, hogy amúgy nem szép. Öm, Tehát ha már, má, most, a, a, most a súr, sokkal szebb mikrofonok vannak szerintem, amit így be lehetett volna választani. Tehát én az SM7-ben semmifajta szempontból nem értem, de kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok. Ez könnyen kezelhető, könnyen, könnyen szól, mindenki hangjának úgy kb. okén. Nem annyira érzékeny a pékre, tehát nem nem tudsz olyan annyira mellé nyúlni. Meg valahogy így ez a vizuális kép rögzült. És akkor ezért hoztam ezt a példát, hogy végül is, univerzális, dinamikus mikrofonunk, ami egyébként az SM7B egy ha univerzális hangszer mikrofon. Ilyenünk végül is, nekünk is van. Úgy hívják, hogy MD421, és ez már a római kettes változata, mert ez, egy, ez is a vintage mikrofonok közé tartozik. Az md 441 el párban, aki tényleg már a 70-es évek óta megtalálható a Szenthezer kínálatában, örök klasszikusok, és, és mi például egy ilyet helyeznénk, egy SM7B Helyett. De itt ennél a mikrofonnál azért azt tudni kell, hogy kicsit érzékenyebb a P, tehát yeah. a, ezekre a robbanó hangokra, és lehet, hogy egy kicsit jobb hangmérnöki munkát igényel, hogy nagyon szépen beállítsuk a hangot, viszont egy, viszont egy sokkal jobb beszédhangot uh -huh. tudunk kapni belőle. De hát itt nagyon a plug-and-play megoldásokra vannak, vannak van, van igény. Meg hát, hogy ha már Neumann, akkor van nekünk itt egy csodás típusunk. Ez a Neumann BC, BCM 705-ös. Ez egy dinamikus mikrofon, ugye ritkaság a Neumannoknál. És nálunk van kipróbálható, ez hát, a kifejezetten megadja ezt, a, ezt, a, ezt az öblös, búgós, az amerikai broadcast uh -huh. soundot, ami, ami, amire az ilyen rádiós Na, Amúgy ez jól néz ki képen. Ö, igen. Tehát ha most igen. egy podcastbe kell gondolkozni, szebb, mint az sm 7 Igen, és, és akkor itt, a, amikor azt mondjuk, hogy design meg szituáció, akkor még átgondolunk olyan helyzeteket, hogy... hogy de Ez gondolom, jó. itt a rácsba, itt a popfilter be van építve, csak igen. ki, hanem mert itt most a rácsozásból nézem. Igen, 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 igen. Már hogy a popfilter az mondjuk képen pont hülyén néz ki, mert sokat kitakar az ember szájából, ha most így, most így vizuális szempontból nézem. Igen nem picture-friendly a pop filter, de, mennyi, de mennyit segítene, meg mennyivel jobb hangot csinál minden esetben. Na, itt jövünk oda, hogy amikor valaki azt mondja nekünk, hogy podcast mikrofont keres, akkor mindig először megkérdezzük, hogy lesz-e hozzá képrögzítés is. Mert hogyha képrögzítés is van, ak akkor már el kell menni olyan irányba, hogy ne akarja ki az egész arcát. Milyen a beszélgetés szituáció? Egy, egy kötetlenebb beszélgetés, ahol az adott pozícióból könnyen kimozognak a, a felek? Vagy egy ilyen merevebb dolog? Én azt vettem észre, hogy a, hogy a beszélgetéseknek segít, hogyha ez egy kötetlen érzés. Igen, és lehet egy kicsit így izegni-mozogni. Izegni-mozogni, ezért mi például a csiptetős mikrofonokat szoktuk javasolni, mert akkor annak két, két előnye is van. A kevésbé jó kezelt helységekbe, sztobákba gyakorlatilag az, a, az egyik legjobb megoldás. Tehát, hogyha nincs annyira jó kiépítve a stúdió környezet, illetve nem tud be kimozogni a, a... Csak a... Ez. Nekem a csipivel ez a probléma, mert valaki a susukabádba, ott a, 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 a csipi, ez nem. Az a helyzet, hogy, hogy ez az emberek beszélgetnek, és ezt mi nézzük az interneten, meg hallgatjuk, ez, ez, ez egyébként egy ilyen, valószínűleg sokkal jobb szakmai tudást igényel ennek a megfelelő hangrögzítése, de itt tartalomgyártókról beszélünk, akik csak így egy gyors megoldást akar, ő, ő csak azt akar, hogy ez a hang az jól működjön, és vagy itt, vagy ott kompromisszumot mm -hmm. kell kötni. De amikor végveszük a mikrofontípusokat, és azt hiszem talán a következő képpont egy csiptetős mikrofon lesz, igen. Tehát itt, itt azt mondjuk, hogy ez azért jó, mert a beszélgető társadra, aki egyébként lehet, hogy nem, nem minden. És ez görm karakterisztikás, igen. ez a csipi? Uh -huh. Nem minden hétvégén <laughs> interjúkat ad, mondjuk az esetben szerencsés, ráraksz egy csíptetős mikrofont, és kötetlen lesz a beszélgetés, mert nem az az érzés, hogy ide kell nekem beszélni, és most jó a távolságban, nem jó, hanem akkor csak szépen beszélgetnek egymással. De nyilván a csipét nem biztos, hogy ez ilyen asztalnál ülős formátumoknál szorták, hanem ami mondjuk ilyen kicsit mozgékonyabb, mozgékonyabb, vagy, vagy nem egy fix helyhez kötött. Hát Mert igen. általában ez a, ez a, ez a ilyen mahagóni asztalt körbeülünk, és akkor behúzzuk a bumot, az szokott lenni ez a Joe Rogan style, tehát Á, hogy már, igen, már igen. hozzá is tartozik, de a, a, a chipi az már inkább ilyen tévéműsor feel. Igen, Egy de hát a mi interjús nagy beszélgetéseknél is sok ilyet látunk, hogy csiptetősen mm -hmm. van megoldva. Ott annyit vesztünk még, hogy tényleg ez a, ez a nagy rádiós búgás nincs benne a csiptetős mikrofonba, viszont nagyon jó a beszédérthetőség, és hosszú távon szuperül tudod hallgatni. Itt a csipibe uh, mi a belépő, ami, ami jó megoldás? Hát uh, itt is van ugye az Evolution, amiről itt a kép uh, képet hoztuk, uh, G4-es, vagy pedig XSV Portable uh -huh. és XSV Level Set. Ezek a belépő kategóriások. Ott viszont arra kell nagyon figyelni, hogy az úgymond ingyenes frekvencián működik, a 2-4 GHz-en. Ahol a wi igen. Ahol, hát ezt tudni kell, ezt, ezt a limitet, ez, ezért olcsóbb. És hogyha mondjuk olyan helyszínen használja az ember, hogy nincsen nagyon wifi-vel, bluetooth -vel, meg mindenféle jellet terhelve, akkor teljesen jól fog működni. Három-négy ember is jól el tud beszélgetni de hogyha mondjuk túl közel van valamilyen ilyen forrás, mm. akkor az tud problémát okozni. Ha ennek tudatában vagyunk, és ezeket ki tudjuk küszöbölni, akkor teljesen jó mm. megoldás tud az is lenni, és költséghatékony. Hát ja, igen. Kövi. Na, kis a... Szeruza. Igen, a puska mikrofon, ami, ami nem feltétlenül ilyen evidens podcastok esetén, de a különböző tesztek folyamán azért bebizonyosodott, hogy a legszebb hangot ebből lehet elkészíteni, Ö, szintén nem látszik. Igen, mert bumból van belógatva. Be van lógatva. Ez lehet előny is. Tehát nem, fel, nem feltétlenül kell annak a mikrofonnak mindig látszódnia. Ö, viszont azért ez a puska, ez egy szűkített, szűkebb sávban lő az emberre, óvatosan a kimozgással, mert abból is így azért ki lehet fordulni, és akkor nem annyira lesz egyenletes a hang. Ö, Külön De, puska van a belógatósra, meg az ilyen kamerára nem. mikrofon vagy ezek ugyanazok? Ez ugyanaz, tehát az MK600 az, az, az DSLR kamerára is helyezhető, illetve belógatható mm -hmm. is. Ez gyakor gyakorlatilag nálunk az audio for videónak egy ilyen alapterméke, alap ez is már jó régóta elérhető. És gondolom, itt van ö, saját ö, forrás, tehát nem a kamera hajtja meg. Igen, ez, ö, igen, és ami izgalmas még ezzel kapcsolatban, hogy most egy kis akció van ezzel a termékkel, hogyha valaki az év végéig ilyen MK600-ast vásárol, akkor ajándékba kap mellé egy MK200-as típust, ez egy pici, kompakt kamera mikrofon, és azt következőképpen láthatjuk is, hogy ez is szerelhető DSL kam kamerára, de mobiltelefonra is. Pont kérdezni akartam, és akkor ilyen uh, Lighting-ral, vagy mivel, vagy USB-C-vel, mivel? Két kábel van hozzá, és ilyen, vagy ilyen kis jack Következőképpen látszik is, hogy mobil, mobillal... Ez is egy ilyen... Hát most, most a TikTok, most az egy, ez egy teljesen új formátum, és mindenkinek kezdeni kell szokni, hogy a TikTokon is a legfontosabb a hang. Hát persze. Tehát most az, hogy a videó most van-e fénye, vagy, 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 nem olyanok a színek, az halál mindegy ahhoz képest, hogy most budiból szól a hang, vagy hogy normális hangja van, és itt azért ez nagyon fontos. Igen, és ez azért egy jó kombó, mert egy komolyabb és egy egyszerűbb terméket kínálnak egyszerre, amit akár AB B mm -hmm kamera és mikrofonként, AB mikrofonként lehet használni, de hát különböző projektekhez is. Tehát a, a akciók terén most ezt, ezt, ezt tudom mondani, javasolni, de azért még azt is meg kell említeni, hogy, hogy podcastok esetén a mikrofon az persze egy nagyon fontos dolog, de rengeteg más dolgon is el lehet hasonlani hasonlani hogyha ilyen streameljük is ezt a beszélgetést, tehát... Hát, hogy mi rögzítjük. A, igen, Sot... a keverő, a hangkártya, a kompresszor, a mindent hát, tehát... Ott ezért olyan... a, a próbált elvonulni ebbe a Rodecaster uh -huh. uh, irányba, hogy ők csináltak egy, egy, ilyen streamelő, vagy egy ilyen, egy ilyen belső keverőt, amin össze lehet itt tolni. Te Sennheiserben nem gondolkoztak ezen, hogy ezt a labdát le, leütném, leütni? <coughs> mert, az a rode egy, egy, egy jó döntés volt, mert senki nem csinálta, meg is Mindenhol azt látom. Amit tudok mondani, hogy a Szenhezernél is érkezni fog egy úgymond podcast mikrofon a jövő év elején. Kicsit még ilyen furcsa szemmel nézzünk rá, mert ez is egy USB-s mikrofon lesz. Ö, egyébként volt is már korábban a Szenhezernek USB-s, az MK, MK4 nagymembrános kondenzátor mikrofonnak volt ilyen egy USB-s. De jó érzésem van ilyenkor. Igen, igen, és hát ott a legnagyobb probléma az az, hogy nagyon kevesen keresnek egy személyes podcast megoldást. Tehát akik hozzánk jönnek, szinte mindenki beszélgetni akar, mindenki több csatornát akar megoldani, és ott viszont nagyon nem működik az USB. Tehát ott esetleg Apple termékekkel még meg tudod oldani, de mondjuk egy Windows-on az már biztos, hogy elhassal. Hát mert az usb be benne van a konverter, tehát az, az közel nem egy olyan minőség lesz, mint ha van egy jobb hangkártyánk is arra rászúrjuk. Tehát... Ah, ez meg a másik. Ez az USB-s megoldás, ez tényleg az egyszemélyes streamerek, streamereknek, vagy egyszemélyes nem tudom, aki olyan munkát végez, hogy neki hangfelmondást kell. Szerintem tehát... ilyen Skype-os beszélgetés a cégeknek, mert, a, mert ha mondjuk valaki tartalomgyártót, már van egy újabb probléma ott az USB-vel, mint ez a többivel is, a latency. A uh -huh. kamera és a hang között. Tehát azt össze kell lőni, ott a késletetést, hol állítod be, tehát akkor már megint Igen. jönnek ezek a macerák. Én el tudom képzelni, hogy lesznek még fejlesztések ezen a területen, de amikor a Szenthezer új általánosságban podcastokról beszél, akkor mindig a, ezeket a régebbi termékeit mm. ő, ő, hozza fel, hogy de hát ezt is tudod erre használni, hát nézd, itt az MK600 mm. remekül tudod rá használni a csiptetősöt is remekül tudod használni, jó, hát sm 7 most konkrétan nincsen, de még egy MD 421-et is tökéletesen tudsz használni, én azt gondolom, hogy ha. Igen, egyszerűen, a... valaki divatba hozza, vagy valaki ezt így meglátja, látja, mondjuk e-placementként, akkor az általában, hogy mondtad, ez inkább egy vizuális trend, mint sem, hogy a szandja miatt. Hát most ebben a, ebben, ezen a területen ez lett az iparági standard, van ilyen, máshol meg más igazából. No, jön az izgi. Ó, menjünk a Noimanra, már rögtön képet mutatsz, pedig, pedig még általánosságban gondoltam, hogy pár ilyen infót vagy N hírt. Nézzük megosztok a Noimannál, a... mi történt. Ja, a Neumann szerencsére változatlanul ezt az álló csillag státuszt tudja tartani, tehát nagyon jól futó termékekkel évtizedek óta a piacon, de itt is egy ilyen készülődés, építkezés észrevehető, mint hogy a Sennheisernél volt. Itt az történt az év folyamán, az egy hír, hogy a Merging Technologies-t felvásárolta a Noiman. Ez nagyon kemény. A hangkártyák, ha valaki így ismeri a Merging hangkártyát, Tom is mindig emlegette őket. Igen, és egyébként ez egy, ez egy 20 fős kis svájci cég, és ők maradnak a helyükön. Mind a két cég megtartja természetesen a saját portfólióját. Ennek a felvásárlásnak az volt a lényege, hogy kutatás-fejlesztés terén jobban együttműködjenek, kiegészítsék egymást, illetve hogy a Neumann jobban a termékét a digitális infrastruktúrába beilleszthetővé tegye az ő... Biztos jön a Neumann hangkártya már, már, már vizuálálom. Hát egy audio Tud... interfész fejlesztésén dolgoznak most Tudté, közösen. Ez biztos, hogy hangkártya Ö... lesz ebből. Csak ezek... kérdés, hogy melyik szegmens lövik. A, ezekből még csak ilyen hmm. sajtanyagokból tudtunk mi is tájékozódni. Egyébként azt érdemes tudni a Sennhezre és Neumann házatáján, hogy amikor az év elején, január-februárban szoktak lenni azok a nagyobb konferenciák, mm -hmm. amikor számunkra, viszont adópartnerek számára is nagy információt tudnak szolgáltatni, hogy egyébként mind dolgoztak az elmúlt évben, mi, mi várható a következő évben. Tehát így most december végén még pont nem a leginformáltabbak mm -hmm. vagyunk ilyen területen, de ez a, ez a... Ez a terjeszkedés, építkezés, felvásárlás, ez ez a Neumann szempontjából is elindult. És ahogy említettem, a Sennheisernél is most volt egy visszahúzódás, nem annyira köpték a termékeket mm -hmm. a piacra, de ebből mögött az van, hogy egy nagyon komoly építkezés és egy felkészülés a következő évekre, az kirajzolódik. No, és akkor látjuk is a füles kategóriát, stúdió füles, mint az NDH 20 at látjuk? Ez az NDH 20 ez a zárt verzió, ő, ő tavalyi évben jelent meg, ha jól emlékszem, igen. vagy talán tavaly igen, Igen, próbáltam is, küldtetek belőle. Igen, tehát ugye említettük, hogy volt erről szó, hogy kifejezetten a home stúdió került előtérbe, és hát hova máshova egy remek fejhallgató, mint a home stúdiónkba. Hát ez, te, illetve a kiegészítő Tehát ez a 20 eszközként. meg a 30, szerintem a, most ez nem azért, mert ti vagytok itt, mert ti vagytok a támogatók, mert általában, tudod, őszinték vagyunk mindig minden termékkel kapcsolatban, drága, tény, de a legjobb füles, ami a piacon kapható egy olyan körülményre, ahol mondjuk szar az akusztika. Tehát ennél nincs jobb, az Ádámékről is beszéltük, tehát ez, ez egy nagyon-nagyon csillagos ötös termék. Ö, igen, és ez a 20-as, ez kifejezetten a nagyon jó munkaeszköz az első visszahallgatásra, a hibakeresésre, mixre, masteringre is akár. Az NDH 30-as, a nyitott verzió, amiről amit majd később nézzünk, az pedig ugye a nyitottságából adódóan nagyobb térrel, ez még mindig az árt, ö, jön ő a nyitott, tehát a nagyobb térrel ö, Tényleg olyan megold, olyan folyamatokat is el tudsz végezni, ahol a panorámázás egy fontos szempont. És, és egyébként akár érdemes lehet ezt a két fejhallgatót egymás mellett is használni, mert nagyon jól kiegészítik egymást. Igen, picit más, viszont mind a kettő szuperlinár. Nagyon, ö, igen. És hát sokszor ugye a home studio építésnél ezer sebből tudod is vé vérezni a home studio építés, hogy oké, okay, hogy milyen lehallgató hangfalaim vannak, de milyen környezetbe, ott mennyire tudtam kiépíteni, ott mennyire tudok figyelni a centikre, az elhelyezésre. Van, ahol nem is tudsz? Van, ahol nem is tudsz. Mert, mert kis szobában vannak, vagy vagy egy albélet, ami az nem lehet hozzányúlni, vagy az asszonytól csak a sarkot kapta meg. Hát és, családgyerekek és, és, élet, és, tehát élet itt, igen. itt ilyenkor. Nem opció az építés. Például nálunk is már évek óta húzódik az akusztika, azért már bérlemény. Tehát, hogy nem lehet színpán hozzányúlni, ezért vagyunk amúgy fülesben már évek óta. Tehát ennek ennyire pusztán egyszerű a magyarázata. Azért mondom, szerintem a technológia oda tart, hogy lassan a fülesek nagyon sokat ki tudnak majd pótolni az akusztika hiányából. Abszolút, és igazából tényleg egy kiegészítő termékként gondolhatunk erre. Tehát van, akinek a stúdióban dolgozik, de mondjuk vinne még haza munkát otthonra is. Arra is nagyon jó tud lenni. Ö Ettől hát függetlenül ez nem váltja ki a hangfalon való munkát, azért ezt hozzátenném. Igen, viszont, vészmegoldás. Viszont az jó lehet, hogy mondjuk a hangfalon gyártja az ember, mit tudom én, a hangszíneket, a felépítést, mondjuk egy ilyen beszéd hangerőn csinálja a zenét, ahol most tök mindegy, hogy most az akusztika hogy szól. És mondjuk, amíg még friss az embernek a füle van, egy ilyen 20 perc reggel, akkor gyorsan összetolja benne az arányokat, és pont erre fölveszi, és pont megoldja. Tehát kb. így érdemes használni, mert különben ugyanúgy megfárad a fülünk. Egyébként van még egy érdekes aspektus ennek a nyitott verziónak. A hifi kiállításon, ilyen hifi high-end füleknek is mutattuk ezt a, ezt a, típust, és mondjuk a Sennheiser HD 800 mellett, meg 820 mellett, nagyon sokaknak ez kifejezetten tetszett, sőt volt, akinek ez jobban tetszett, tehát kifejezetten még zenehallgatásra hallgatása is élvezetes tud lenni, tehát a hifis világot is meggyőzte. Amúgy ott teszteltem nálatok a, a, HD szériát, és ott egy csomó, azt hiszem a 600-asban, meg a 700-asban, jól mondom? A 700 as már nincs sajnos, Akkor a, a 6 6 650. a 650-nél voltam, egy csomónál volt ilyen stúdiófil érzésem. Tehát, hogy nagyon hasonlított ehhez ez a jellegű stúdió felhasználása nem azon, hogy nagyon ki volt hangsúlyozva mély, hogy tudod, azt akarja igazából az átlag user, hanem nagyon lineáris volt egy csomó esetben. Én El... megértem amúgy, hogy... A, a HD 600-as és a 650-es az abszolút a határán mm. van a két világnak, tehát azt mi nálunk értékesítés mm. szempontjából, értékesítési csatorna szempontjából is a pro területhez is tartozott, nem csak a konzumerhez. Igen, abszolút. Ez, ez szerintem az év legjobb vétele nagyon örültünk, hogy megjelent, és, és tényleg nagyon, nagyon, jó termék, nagyon jó visszajelzéseket kapunk róla. Másfél hogy nincs. Ez, nincs. volt Ez az a az kettő. Ez nem is kell szerintem. Tehát ennél kerekebb már, kerek kerek hogy... kerek már nem lesz a dolog, tehát ebben biztos vagyok. No, télem. Télem széria, és itt, bevetnék egy olyan, olyan témát, hogy mi mivel voltunk nagyon elfoglalva ebbe az évbe, nagyon sok dalszerző táborba kaptunk meghívást, és volt alkalmunk segíteni. Ez számszerűen négy különböző dalszerző tábor volt az idei évben. A Minova egy nagyjából egy fix csomaggal érkeztünk, három különböző TLM mikrofonnal, télem 102, 103, 107. Vittünk egy kézi mikrofont is általában, az a KMS 105 volt, és a monitor hangfalak közül a hely, meg tehát hely, szem, helytől függően vagy a KH80-asat, vagy KH80-asat és KH120-asat is tudtunk vinni. És itt igazából ö, a célunk ezzel az volt, hogy egyrészt kisegítsük, támogassuk ezeket a táborokat, hogy ne legyenek eszközhiányban, hogy meg tudják oldani. Minden jövőre találkozunk egy csomó táborban. Egy, tehát, hogy egyetlen le tudják bonyolítani ezt a, ezt a, ezeket a rendezvényeket. Másrészt pedig Ugye, ugye, sokan hallunk, hogy a Neumann sound, az a minőség, azt kell megvenni, de hát mi azt szerettük volna, hogy ezzel legyen egy gyakorlati tapasztalat, hogy legyen egy élmény, hogy ezt ki tudják próbálni, és ezekben a dalszerző táborokba van sok tapasztalt zenész is, de van sok nagyon kezdő, aki, aki, még csak most próbálgatja ezt az egész területet, viszont, viszont nagyon tehetséges. Igen, igen, és pont ez, ezért... amit mondta, bocsa, hogy közbeszólok, hogy, hogy gyorsabban fejlődik maga a produkció, a hírneve, mint maga a produkció technikailag. Ö, pontosan, és és ők még a kreativitásra vannak kihegyezve, nem feltétlenül arra, hogy ezt milyen eszközzel valósítom meg. És az egyik legjobb visszajelzés, amit kaptunk az egyik táborból, amikor kérdeztem, hogy milyen voltak az, milyenek voltak az eszközök, miben segítettiteket, azt mondták, hogy abban, hogy, hogy gyakorlatilag észre se vettük, hogy ott van, csak működik. Egy Az első piattól kezdve semmilyen problémát nem okoz, és azért sokszor az ilyen travel shooting nyitódnak az ilyen események, ez pedig abszolút megbízhatóan hozta, amit hozni kellett. Illetve a másik, hogy egyszerűen meggyorsítja a munkát. Mert olyan jó minőségű alapanyagot rögzít, olyan részletgazdag alapanyagot kapsz, amit utána nyugodtan gyurmászhatsz tovább. De amit fel kellett venni, amit rögzíteni kellett, az az információ, az ott van benne és ezt te tudod tovább vinni. Míg sok esetben, ha egy ilyen gyengébb, gyengébb mikrofonnal készíted azt el, azon kell többet dolgozni, hogy azt a pluszt mellé rakjad, ami lemaradt a felvételkor. Igen, mert egy másik, amit észrevettem én is a táborok során, hogy ez pont az a széria, hogy bátran használták, és nem volt meg ez a félsz. Mert ha most odavittétek volna az új szériát, mindenki beszart volna, egyrészt meglátják az árcímkét, egyrészt nagyobb is, a többi, azt nem olyan elánnal, mert nem olyan bátorsággal használt. Az nem használtatta volna úgy magát, mert eleve ez, ez olyan, mint a friss jogsisnak oda visznek egy rojsz és, és teljesen másképp áll, áll a dologhoz, és én azt vettem észre, hogy sokkal bátrabban használták, és így elkezdte használtatni a dolog, és lehet, hogy ez nekik egy belépő termék lesz, lehet, hogy valakinek egy exit termék lesz, tehát, hogy valahova el tudja így helyezni a munka folyamatába. Abszolút, Valószínűleg valószínűleg nem ez lesz az első mikrofon, amit megvásárol, de jó esetben lehet az utolsó. Mondjuk egy TM 107-es esetében simán el tudok képzelni olyan zenéprojektet, projektet, hogy nem fog az igényelni sa, tehát saját vásárlásra. Mert akkor, egy, akkor meg elmegy olyan stúdióba, ahol ott van az teljes ú, felszereltség. Persze. Itt azért arról van szó, ö, amikor most ezekről a Neumann termékekről beszélünk, akkor mi a, tényleg a home stúdió, az otthoni kontentgyártást célozzuk meg ezekkel a termékekkel a, a dalszerzőtából az egy nagybetűs otthon tartalomgyártás, mert, az, mert szobákba voltunk gyakor, eleve, gyakorlatilag. Szobákba, a... szobákba hotel hotelszobákba demo készítés, ami... Tehát azokra én azt gondolom, hogy, hogy, hogy a csúcstermék tud lenni a TLM. 102-103, de a 100, meg hát abszolút a 107. So, so, sokszor még overkill is. Ö, igen, ez is műfaj, meg, 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 meg zenefüggő is. De hogyha veszük a típusokat, ugye a Télem 102-es a legkisebb, követi őt a 103-as, ezek is univerzális mikrofonnak tekinthetőek, mert ugyanannyira jól használhatóak hangszerekre, mint énekhangra. De amikor azt mondom, hogy a leguniverzálisabb multitool az mégiscsak a 107-es, ezzel a karakterisztika változtatással. Igen. Tehát öt különböző karakterisztika érhető el rajta. És gyakorlatilag két-három mikrofontípus ezzel kiváltható. És amikor azt mondjuk, hogy overkill és továbbfejlődés, akkor, akkor mondjuk, ha valakinek van kettő télem 107-ese, azzal már olyan konfigurációkat tud megoldani, különböző karakterisztikálásban, hogy nagyon sok dolgot meg tud mm. valósítani otthon. Hangszerekkel, énekkel, ezeket kombinálva. Itt igazából egy ilyen kis slideshow lesznek így összeválogatva a tehát ez prezentálva, hogy hangszerre, énekre, ez is még a 102-es, ő már a 103-as. Mert ezt szerintem jegyezzük még meg, hogy azért ide ez Itt a tlm nem kell egy olyan bika konverter, mint ha mondjuk egy úszéria, mert egy úszériával mindig az a baj, mindig azt szoktam mondani, hogy fürdőszoba felújítás, hogy megveszel valamit, és a láncot hozzá kell igazítanod. Tehát, hogy ott egy úszériához már dukál egy olyan konvertál, egy olyan preamp, tehát, hogy az már hozza az, a, az, azokat a költségeket, ami, amikkel igazán kidomborítható, mint amely több millió forintos mikrofon, viszont ez tényleg azokhoz a interfészekhez van csinálva, ami, amik akár a belépő kategóriák is. Igen, és nézzük meg, hogy, hogy, hogy tehát mi a célja egy eszköznek. Igazából az a cél, hogy kiszolgálja a te művészi kiteljesedésedet. Ott, le, ott legyen, támogasson, magabiztonságot adjon. Amit te beleraksz érzelmet, azt adja vissza. De, de azért ne ő uralja a teret, a, azt te uralod a te érzelmeiddel. És azért azt észrevettük ezekbe a dalszerző táborokba, hogy, mit tudom én, a 10-15 résztvevő közül mindig volt egy-kettő, aki kifejezetten érdeklődött, aki ilyen AB-tesztelésekbe is belement, hogy akkor most nézzük ezt, most hmm. felveszem a másikkal. A többségnél inkább az volt a fontos, hogy, hogy legyen egy olyan tapasztalása, hogy van -e egy stabil, jó működő termék, de azzal voltak elfoglalva két-három órás challenge alatt az az élmény, hogy én együtt dolgozok valakivel, és hogy, hogy közösen megvalósítjuk az Én a technika ne hátráltasson, mert nem a technika Pontosan. a fókusz. Pontosan, de egyébként ö, most már sokadik éve van, van ez a szerzőtábor, támogatás részünk, részünkről, én szívesen elkezdek gondolkozni olyan challenge megoldásokban is, amikor, ami abba az irányba viszi el a feladatot, hogy a technikát jobban vont be, kísérletezz egy kicsit jobban, és egyébként a 107 és is ez egy érdekes, hogy kinek melyiket ajánljuk. Én azt mondom, hogy a 100 eset inkább a kísérletező típusoknak jobban ajánlanám, aki, aki szívesen megnézi a különböző távolságokból, karakterisztikálásokból, a felvételeket, mert ugye nagyon sok dolgot ugye a szoftverekkel, digitálisan mindent mellé lehet pakolni, gyakorlatilag egy csettintésből olyan zenét kreálok, hogy senki meg nem mondja, hogy honnan indultunk el, de azért ezeknek a analóg megoldásoknak is van szépsége, és ezekkel igenis érdemes kísérletezni, mert az egyediség az ott fog belekerülni. Úgy uh, de szépen mondtad. No. Hát hoztunk egy, vagy nem, nem, ide, ide képbe, a táborokba pedig kézbe egy kézi mikrofont, ez a KMS 105 a Neumann-tól, és ennek az, a, az az érdekessége, hogy egyrészt szintén hangszerekre is használjuk, de azért elsősorban ez egy vokál mikrofon. Zenei stílustól függően ez lehet valakinek a színpadi és stúdió mikrofonja egyben. Tehát ez egy ilyen ultimate ö, megoldás tud lenni, és ez is ilyen 260 ezer forint értékben van, de ha ilyen kettő az egybenként tekintünk rá, akkor kifejezetten akkor, mert... jó díl tud lenni. Itt is azért ez egy kondenzátor színpadi mikrofon, nagyon stílusfüggő, hogy, hogy milyen zenéprodukciónak áll jól vagy milyen zenei produkcióval tud ez jól működni. Egy ilyen kisebb dinamikájú, ilyen lájtosabb stílushoz, női vokához nagyon-nagyon szépen tud lenni. És egyébként ilyen vásárlás volt is, hogy valaki a táborban ezt megtapasztalta, és utána mondta, hogy neki akkor ez kell. Na, mert túl van. Hát az, az, ez egy jó díl így. Arról nem is beszélve, hogy amikor meg ülünk a kanapén, és akkor fel kell lökni valami szöveget, Tud a flowhoz az hozzáadni, hogy én ott a kezembe veszek valamit, és úgy mondom föl, nem pedig vigyázz, barálok a uh -huh. stúdió mikrofon Tehát előtt. Tehát egy ilyen instant. Abszolút, abszolút. Tehát ez mindig jól kiegészítette ezeket a csomagokat. No, irány a hangfalak felé. És bocsánat, hogy megjegyzem, ez a KMS 105-ös, ez most akciósáron elérhető nálunk. Na, érde. Mendir? Én tudom, hogy év, év végéig, uh -huh. de ö, igen. 266 helyett 210 valamennyi. No, az, ez nem rossz. Igen. Yeah. Ó, hát és a, ez a kicsike, ez a KH80-as, ami méretre kicsi, de hangzásra meg... Kicsi a bors de erős. Kicsi a bors, de erős. Nagyon szép és nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. Főleg arra vonatkozóak, hogy, hogy tényleg mennyire erős, milyen jó hangja van. És szintén műfajfüggő, de, de nem, nem sikít ményomó után, hogy most ezt csak ményomóval lehet használni. Persze vannak az Kis azok a szobában szerintem tök jó. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy valaki ebből egy párat megvesz, és szépen helyezi el a szobájába, és tényleg figyel arra a pár útmutatásra, akkor ebből csodálatos hangot lehet kicsikarni. Na most ős DS, ne, ő is, most mondom, hogy ő is, nem. Ő DSP-kompatibilis, ő a stúdiómonitor hangfalak közül az első uh -huh. volt a Noiman-nál, ami, ami ilyen, és jár hozzá egy ilyen Control app, amit nagyon ajánlunk kiaknázni szintén, mert ez a Control app, ez két dolgot csinál, talán a következő képeken lesz is egy ilyen. Erre pont Ádámékkal beszéltünk is erről a DSP-ről, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Ez hasonló képen működik, mint a Sonarworks-nek a... uh -huh. Mérics Igen, de ez két dologban segít. Egyrészt ad egy ilyen tudatosságot a használónak, tehát végigvezet pontról pontra, hogy hol van, hány centire ez a fal, hol van az a fal, hol tehát van. Tehát ilyen checklist. Tehát egy checklist is gyakorlatilag akkor, akkor vezeti a kezedet, hogy ezt neked hogy is kéne elhelyezni, plusz ö, a, megadva az adott paramétereket ráhangolja magát a, a szobára mert nem tudod minden esetben a szobát tovább alakítani, akkor, akkor itt a hangfal mm. van a segítségédről. Tehát akkor ilyen kalibrációs része. Hogy igen, ő hangolja magát uh, erre. Persze a hátrán is vannak ilyen kis switchek, amivel ilyen alapdolgokat lehet állítani, de azért ez egy mélyebb, uh, mélyebb ügy. Annyi van, hogy routerre kell kötni ilyenkor a hangfalakat, illetve vagy desktopos, de, desktopon fut ez a kontrollap, vagy pedig iPad szükséges uh -huh. hozzá. Tehát ilyen mobil applikációval ez nem, nem ketyegel. Amúgy egy NDH 20 30 az egy tök jó kombó. Tudjuk ajánlani Jézuskának. Igen, ez, ez egy nagyon jó kombó, tehát tényleg is, akkor még nagyon már voltunk. Igen, itt is, fú, most én nem, nem emlékszem, hogy ez most a 80-as vagy 120 as Nagyobbnak tűnik, bármilyen csalókkal kép, mondjuk. De, de, de nyilván felmerül a kérdés, hogy hogy mi a különbség a 80-as és a 120-as között. Nyilván több a mélye. Ö, valamennyivel, de inkább mi azt tapasztaltuk, hogy a hangerőben térnek el, és a lehallgatási távolság nagyobb uh -huh. a 120-asnál. Tehát akkor mondjuk a kicsi az, mondjuk ilyen kis osztalra, kis helyiségben. Pontosan. Ha más... valaki egy kicsit nyomorog, és nincs túl nagy helyem, mert most az limitáltak a dolópont, van egy ilyen tanítványom, és most hova tegye. Tehát Tehát akkor mondjuk az első az inkább ilyen buksáv, uh -huh. és akkor ez meg így, ez a. Ez mennyi ez ö, hét nincs, nyolc nincs, nem tudom. Ö... Szerintem. Gondolom öt, öt a kicsi. Biztos, hogy az öt a kicsi, és akkor ez valamivel nagyon mindegy, majd megnézzük lényegtelen ö... Igen, és. De, de nem, nem a mélyben lesz híja, hanem inkább az összhang uh -huh. erőben, mert a hangkép és a hangzás az, az ugyanaz. Az ugyanaz. És am, ami még így, ami, ami még így a, a vége felé említésre kerülne a Neumannál, hogy itt a legutolsó hát ez csak egy ilyen példamutatás, egy ilyen esetleg, ahol akinek ez ilyen tetszik, ezt így össze lehet válogatni. Tehát itt az év végére behuppant még egy új termék, egy nagyon-nagyon várt új termék, a KH150-es stúdion monitor, és ezt nagyon ilyen cliffhangerként fogom most itt hagyni, mert bár ugye a weboldalon elérhető, és a marketing szövegek elolvashatóak, de nekünk még nem volt alkalmunk nagyon tesztelni. Tehát mi házon belül a saját véleményünket uh -huh. még nem tudtuk kialakítani, nem tudtuk kiaknázni. Az biztos, hogy ez is DSP vezérelt, ez biztos, hogy ez a termék is már arra a szemléletre erősít rá, hogy ne csak egy analóg végkimenet legyen, hanem így a digitális rendszer részévé váljon, uh -huh. és aktívan ö, vegyen részt a folyamatokban. Ö, én úgy tudom, hogy teljesen új technológiai alapon működik, teljesen új belső vezérléssel van ellátva, és hát izgatottak vagyunk, illetve hát várjuk a tesztelésre jelentkező... Ah, majd jöhet ide. Igen, lehet róla szó. Tehát ez egy olyan termék, ami, ami, aminek a bejelentése már megtörtént hónapokkal ezelőtt. És de akkor az, most kaptatok be. Most kaptuk meg végre az első darabot. Sajnos azért van egy kis átfutása, nem mindig a magyar piac kapja meg az első teszttermékeket, és, és az elmúlt, úgymond nehéz időszakban, de gyakorlatilag a COVID-óta és az ellátási láncok felborulása óta, sokkal több csúszást tapasztalunk. A is ö, mindenhol. Kinti véleményeket olvastatok már róla, vagy még kint sem dolgozták föl? Hát ebben én most nem fogok tudni. Jó, majd utána nézzünk. Legyen egy kis kutatómunka, ezután a videó után mindenki nézze meg. Utána nézzünk akkor majd. Hát jó sok minden történt nálatok is. Igen, alapvetően én azt gondolom, hogy jó évet zártunk. Azt látjuk összefoglalva, hogy a, hogy a márkáink Továbbra is célozzák a technológiai vezető státuszt, továbbra is ö, ö, iparágat meghatározó innovációk fejlesztésein dolgoznak. Ez sokszor több időt vesz igénybe, de általában a, a nap végén, mikor ez elkövetkezik, akkor azért az kifizetődő lesz. Először nyilván talán furcsa volt ez a szenhezeres szétvárás is, de mi házon belül már látjuk a, az előnyét, hogy Sikerült más fokozatra kapcsolni a konzumervilágnak is, a próvilágnak uh -huh. is. Szemlélet ugyanaz maradt, a család név kötelez, az egy nagyon fontos szempont. Sok mindenki a helyén maradt, tehát így emberek, erőforrás, helyszín ott maradtak. Itt a tulajdonosi háttérben voltak elsősorban változások, a fókuszpontok elhelyezésében. Tehát uh, izgatottan nézzük, a, vagy várjuk a, a jövő évet, meg az azt következő éveket, hogy milyen... Most már technológiai boom lesz, azt látom. Igen. Ezt, ezt nagyon érződik. Igen, és, és szerintem ezért váltott vissza a Szenthezer egy kicsit, hogy, hogy, hogy akkor ezt a jó időben legyen mm. a, a nagy, nagy dolgok kifejlesztésénél. Meg jövőre csomó olyan rendezvény lesz, ami a COVID miatt elmaradt. Ö... Ahol szerintem még lehet, hogy tartogatnak egy-két durrantást. Ez is, ez is biztos benne van. Meg hát nekünk is tanulni kell azokat az új világokat. Most mondjuk a saját cégünkre gondolok, mm -hmm. hogy a korporát a és business világnak milyen igényei vannak, itt a szinergiák, hogy használhatók ki, de hát rengeteg újat tanulunk, és szerencsét az audio világban mindig vannak olyan ágazások, hogyha az egyik vonal kifullad, akkor azért át lehet jól mm -hmm. váltani a másikra. és ez összességében húzza a fejlődést minden, mm -hmm. mindenki számára. Tehát akkor nem veszel, az energia csak átalakul. Igen, Igen bízunk ebben. Igen. Anett, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, eljöttél hozzánk, és köszönjük szépen nektek az egész éves támogatást és a bizalmatokat, és a jövő évet is már előre. És nektek már köszönjük szépen, hogy velünk voltatok, és figyeltetek minket, és egész évben követtetek. Ez volt az utolsó adás ebben az évben, még lehet, hogy ilyen rövid videóval érkezünk, de. Itt szeretném mindenkinek megragadni az alkalmat arra, hogy boldog karácsony, boldog új évet, és mindenfajta jót kívánjak nektek. A nagyon fos évünk ellenére reméljük, hogy a jövő év az, az már sokkal jobb lesz, és teljes irányjal és teljes erőbedobással tudunk tovább haladni. Anett, köszönöm szépen még egyszer. Boldog karácsony nektek is a családnak, gyereknek, mindenkinek. Köszönjük. Vigyázzatok, magatokra. Én is köszönöm szépen, és mindenkit üdvözlök. Kellemes ünnepeket. Sziasztok. Sziasztok.